bazdmeg, üdvözlök mindenkit! Ez nem itt a, kellett volna. Ez itt a Játékosok Podcast vasárnapi agyhalálja. Ismét legrosszabb műsorunk, igen. Igen. Számolom akkor a 82. És ma egy, hát egy, hát hogy is fogalmazzam, agyhalál szintű játékkal fogok játszani, de nem abban az értelemben agyhalál, hogy ez egy kibaszott kalapnagy fos húgytrágya lenne, hanem pont ellenkező, hogy a történet maga lesz hát ilyen agykuki, agyfasz és hasonló. Ez biztos? Hogy ez, nem vagyok benne biztos? Igen. Ez biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. Hát én akkor nem. Ha te biztos vagy benne, akkor nem. Én nem. És akkor köszöntöm a többieket, itt van Dragon Rider, és itt van RZN. Cső. Sziasztok, Dragon Rider... Ja, az nem én vagyok. Mi akkor az, én a másik vagyok. Még ki a faszom az a Dragon Rider? Van ilyen ember? Nincs itt ilyen ember. Hát azt mondják valami nagyon élettelen. Azt mondják, hogy adott.net-en veri a faszát. Na. Ami minden, hát csúnya dolgokat terjesztenek, látod. És amúgy lehet, hogy igaz. Lehet, hogy igaz. Lehet, hogy tényleg igaz, na? Mindegy. Itt és nem soha nem tudjuk meg most már. Igen. A közösség viszont most szavazhat. Vajon Dragon Rider az eljutott, hogy pont netelőtt veri a faszát? Vagy csak úgy random? Vagy csak úgy mondja. Na végre, elindult. Egyelőre nem tudom értelmezni a videót itt. Ez mi a fasz? Ez valami LSD parádé? Nézd meg, ez a Dragon Rider gyerek még ineket is írogat, ha hihetetlen. Na hát... Nem elég, hogy feppel össze, viszont még írogat ilyen fassállat is, ha hihetetlen. Meg le kéne menni a grafikát. Hát akkor most élvezzétek mozicsíkban, amíg át nem állítom a... amíg át nem állítom a videóvágásba. Igen, most, majd ott... Most már jó lesz. Hát, mert most ilyen középpontos, de mindjárt majd akkor ugrik a kép. Gondolom. Fog ugrani, csak nem itt. Na és akkor... Itt van egy ilyen... Ajtó. Ajtó. Na, miért megy az ajtó? Miért ilyen hangos a játék, könyörgöm. Azt, hogy kell ide egy kulcs. Egy... körkörös valami, meg egy kéz. Nyilván a ház felé kell elindulni. Ezt kértem, hogy a P-vel lehet bemenni a szünetbe, amiben. Ez a kukorica, bazd meg, rémisztő. Na vérem. Már túl is értünk, túl így, nézi, át is léptél egy jumpscare-t. Ennyi. Hát akkor ugyanúgy, hogy ez a játék mi is lesz, az a tutkerájt cucc, amire gondoltam. Amúgy nem, csak szivatlak. Igen. Ha megnyomod a akkor kút, már valós... ha megnyomod a kút, nem történik semmi. Bazd meg. De szor. Viszont ha begépeled azt... hogy semmi... A Balázs koncert baszik, akkor... Jaj, ne! Akkor valahol a háttérben meg fognak húzni egyet. Van egy íróasztal. És mit ír az az asztal? Először felvettem egy angol muffint. Jó étvágyat. Nagyon jó dolgot tettél, hogy felvetted azt a cuccot, és egy új... path, tehát egy új... út nyílt meg. És van itt egy... Aha, tehát ez a cuccok, amiket tudok használni, az az inventory-ba kerül, amiket pedig nem tudok használni, mert csak ilyen látványos elem, meg ilyesmi, az a fólióba kerül. Az igen. 75 fólió item van akkor, az igen. Az sok. Az, és akkor a fólió items, note, ja. Nézzétek meg, hogy... Nézd meg! Neki áll itt zaválni. Ja. Neki áll. Le is szorom. Na érted, ez a Dragon Rider-t csinálja, de követem a példáját.
De mondjuk az a Dávid is szeret zavarni néhai adások alatt, tehát hogy azért tegyük hozzá. Jaj. Na. Ja, ja, most ez a vasárnapi agycsalád azon része lesz, hogy mindenki le fog oltani mindenkit. Meg van mindenki zavar. Igen. Tudod, na itt is vagyunk a parasztháznál. Mindenki fejen zabálni. Igen. Mindenki fejen zabálni? Az. Azt a kurva, gyerekek. Találtam nagyon atomnagy fasságot. Ezt a szöveget figyeljétek, te jó Isten. Most ezt most muszáj megszakítanom ezzel a izét, de... Sziasztok, egy szexi fiút keresek, aki Minecraftozik. Kettős pont 3-3-3-3-3. Legyél pervers, szeretetteljes, őszinte, jószívű, kedves, helyes. Legalább mondd, hogy ezt egy lány írta. Igen, egyébként valami nagyon... Túlzottan is fiatal, de elég csúnya szegény. Várjál, ezt most videóban azért nem mutatjuk, de Discordra azért úgy... A mémszefósba, tessék. Azt a rohadt mocskos életbe. Már nagy halálok az elég vagy. Van egy kulcs. Van ház kulcsa. Valami értékes. Esetleg? Haj, ha van, akkor miért nincs? Ha nincs, akkor miért van? Milyen kemény kérdések. Tök mindegy, hogy hányszor nyomod meg a Q betűt, az nem csinál még mindig semmit. Lol. Oh, itt egy kerti budi. Na, milyen jó már, hogy ebben a játékban létre tudták hozni a tökéletesen haszontalan Q-t. Tökéletesen hasznos, tökéletes budit várja. Ó, hát hogyha rajta, pedig hogyha rajta múlott volna, a Q lett volna az ugrás. A Q lett volna easy a jumpscare gomb. Jumpscare gomb! Rajta múlva is megnyomod, és akkor jumpscare van. Ja. A random jumpscare, így 40 fél éve mondjuk. És akkor Dávid valószínűleg ott kapott volna ezért agyhalált. Agyvérzést, igen. Ja. Hát nem az a cél, van. Ja, hogy agyvérzést kapjon? Hát nem tudom. Egy hatalmas hagymakarika. Hagymakarika? Azt szeretem. De én nem lehet arra elmenni. Hát én nem akarok rá elmenni. Fúj! Fúj, geci! Van egy hatalmas szobor. Egy dix szobor? Dix. Dix. Ó, itt van egy eltört ásónyél. Tökéletesen alkalmatlan a sár ásására. Hoppa. Hoppa. Hopp, bocs. Kicsúszott a szellem a palacból. Na. Csúszott a... És kinyílt a farmház. Tanyasi farmházja. Be kell mennünk? Aj, de jó volt meg. Nincs, nem tűnik egyelőre barátságtalannak a hely. Aha, most van itt egy számlalevél a kifaragott faszoborra, ahol megtaláltam ugye az ásót. $2.5 millió, az igen. Jó drága volt. Ezt a kurva.
ugye ez egy ilyen, mégis ilyen walking simulator, meg ilyen kaland, úgyhogy minden szart megpróbálok felszedni. Elég vagy fasz, mondjuk. Igen. Na, van egy nagyon unalmas, mitikus regény. Night ez Danger. Egy... Mick Murphy's Mystery. Ez egyébként nem véletlenül nem egy ilyen walking simulator paródia? Lehetséges. El tudom képzelni, hogy azért ez a unalmas minden, meg semmit ja. nem lehet csinálni, meg ilyenek, tehát, hogy... Azért úgy sajnos olyan... Kicsit. Semmit nem lehet felszedni, és itt a konyha, mert itt van minden. Felvettem egy gyümölcskosarat. Zöldségkosár, paradicsomleves. Az igen, itt van egy kolbásztöltő, és valami bele van ragadva. Egy nagy kolbász van bele ragadva. Egy nagy dix. Dix. Dix bele van ragadva. Dix. Rancid corn oil. Do you suck dix? Nem lehet. Amit bele lehet helyezni a kolbásztöltőbe. Ne. Nézzük, van-e itt még valami? Ó, az kinyitottam. Kinyitottam valamit. Én van benne. Nail clippers. Na nézzük, mi van benne. Na. Jó, hát akkor... Fölmegyek a felső rész, azt utána megpróbálom összerakni, mi a franc történik itt. Ha mi a húzsán történik? Majd kit történnek most? Aha... Ide kell lerakni ezt a gyümölcsládát. Szemétládát. Ja. Szemétládát? Leraktam a szekrény elé, aminek nem látom értelmét. Én ennek az egész játéknak nem látom. Én sem. pont egyszerre, de... Na, that's true, ennyi. Hát igen, ez azért... Van valami... Már értem, hogy miért adj halál, tehát... Bobby pin, az a... Milyen tű ez a hullámcsat, vagy hullámcsat, vagy mi a neve? Hullámcsat, az, igen. Oké, bementünk. Aizus csat. Bobby Wardrobe. Ajta kát, tele van izével. Szarral, nem dobozzal. Vagy mind a kettővel egyszerre. Jó, de ennek mi értelme van? Nem tudom. Igen, és ez Unity-s játék, fogadjunk. Unreal Engine. Á, mindegy, mondom, hogy keverem a kettőt. Ennyi szóval, hogy keverem a két engine-t, de folyamatosan. Az igen, az eltört ásógyéllel felborítottam a szekrényt. Vennem kell egy szekrényt. Ez amúgy annyira easy logikus tényleg, hogy már... Köszönöm, fájdalmas volt. Ez nagyon fájt most, ez a kurvára logikus lépés. Igen. Az most fel kell menni a padlásra. A padlás. Csak énekeled majd, hogy hogy lehet számtalan hely. Vegyél nekem egy lacsekot. Igen. Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb, ami földünk, ja nem. Mit te Balázs, mit? Hello. Üdvözletem. A pont ritmusra jöttél be. Nem is, lehet énekelni egy presszerfile pontlásból ízőt. Igen. Ezt a lassú dalt. Igen. Ez a... Fény évtávolság, jó? Bocs. Köszönjük. Kalapács, vagy döngölő, vagy nem is. És valamit ide bele kéne tenni. Hát, inkább azt ne tedd bele. Hát tessék a kukira. Jó. Jó, most amúgy is most témába vág, mert most a mai motto ez. Hát, ott
attól függ, hogy mit vagy kit vagy hogyan várjam, nem mindegy. A tegnapi után? Na, igen. Olyan. Jaj. Hát azt nem mondom inkább ki, mert akkor megyünk a valóságra. Egy kenyérpirítóban benne van egy elégett laboratóriumi jegyzet. Ánus. Nice. Amit ki lehet olvasni, hogy abject failure. Többször is. Oké, okay, tehát hogy no, nem sikerült valami, ennyi. És akkor az ki, hogy szóval ez megbántja az érzelmeket. Miért csináltuk ezt? És egyebek. Itt egy hakfalszett, hogy a szefósok mondanák. Hakfalszett. Ja, hakfal. Igen. Hakfal. Hakfal, vagy ilyen. Fafal. Ennyi. Jó, és akkor azt hiszem, hogy mindenki nem láttam, amit nem láttam. Sok volt a tegnapi nap. Semmit. Hát az nagyon sok volt. Nem igen! Látok, nem látok itt nagyon más semmit. Én sem. De akkor lemegyek a konyhába, és akkor ott kellene valamit kezdeni. Valakit kezdeni. Sőt, még itt nem voltam itt benn. Ott van valami. Van. Azt írja, hogy a C-vel le tudsz googolni, és ha megnyomod a C-t, akkor nem googolsz, és a széktelenszer megteheted. Azt a rohadt életbe. Azért a készítőknek való humorérzékük. Titkos ajtó kinyitja, titkos titkos ajtó kinyitva, és kevesebb titok van itt. Titkos ajtó kinyitva. Na, van itt egy titok. És a titok az, hogy itt nincs titok. Így van. Mindig a kulcs. A kulcs nyissa a megoldást. Nem tudom. Sötét van itt. Nagy a megoldás nyitja a kulcsot. Azért, gyönyörű. Itt egy fuse box, hiányzik belőle egy biztosíték. Fuse box, jön. Fuse box? Fuse box. Crisis. Crisis box. Abból is hiányozna valami. Crisis. Sex box. Az. Az. X-to box. Ja. X doboz 1. Egy X doboz 1 X. Az. Jó. Lejátsz a Spyudvar 4. Jaj! Jaj. Az van, hogy... Meg a tolkocsi út. Jaj. Jaj. Azt tegnap nagyon tetszett. Túlságos, hogy... Jól emlékszem, itt volt egy szög, azt viszont ez az a talán a körömvágóval ki lehet szedni. És aki nem tud Serious Sam 3-ozni, az mész így a játékot, azt nem értem, ugye kedves K.H. Na, Rusty Nail kijött. Még jó, hogy nem voltam itt, mert akkor én már... te is. Hát mi azt kaptunk, szóval majd a nézőt, mondjuk, hogy ezért majd keressék vissza. A Twitch-en most még friss, amikor ez a felvétel készül, akkor mi friss az élmény. De én visszanéztem és agyfasz kaptam, főleg a végétől. Azt hiszem, hogy a szöget azt tudnám használni biztosítékként. Olyan információkat is megtudhatunk belőle, ami senkit nem érdekelt. Főleg aztán, amikor abba hagytuk a streamet. Igen. És elmentünk. Elmentetek. Fúj! Fúj! Ki gondolt itt tervezet? Kopogja. Na, és nem kopogol. 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 Na, és most már sokkal világosabb van, mint előzőleg. Fantasztikus. Hát mert bekapcsolták a villanyt. Igen. Felújtották a lámpát. Elszívták a lámpát. Jó, nem megy ez nekem. Szészpemmeltem, várjál. Itt egy CD. Itt egy CD. Felvettem egy CD-t. Kinyílt egy új út a siló és a pajta felé. Aj, de jó. És egy CD, miért egy CD kell, de ezt nem értem.
Hát miért, mi kellene hozzá? Pendrive vagy mi? Nem, vibrátor. Na. Köszönjük. Műfél. Mr. Pedofil kapitány. Még ki akar egy bizonyos kollégának a húgára folytól rámászni, kedves Balázs? Te! Nem én. Fúj. Én biztos nem. Dehogy nem, ne tagadd, már hazugsz. Hazudjál még. Milyen hazugsz? Én is hazugsz, folyton hazugsz. Great. Na, és akkor... Most már mindenki mindenhogy hazudik, végül senki nem fog elhinni semmit, kész. Még senki nem mond igazat egyébként. Igen. Egy nagy pajta, tele szalmával. Pajta! Pajpaltajta! Pajta! Találtam itt egy könyvet, aminek az a neve, hogy a világ kukoricáj. Világ kukoricáj? Jó. Elég egy elmebeteg izé ez. Tényleg egy, elég egy elmebeteg. Szóval nagyon sokat szívhattak izé, de nem... Tehát nem csak füvet, hanem egy mást is, tehát hogy így tolhattak olyan háromféle anyagot egyszerre, akik ezt csináltak. A készítőket támogatta... A Robert. Még jó. Van egy seprű. Van egy seprű. Ó, mindjárt átmegyünk Harry Potterbe, jó van, mindnek a seprű. Seprű. Vegyél nekem egy seprűt. Az a sok kéz. Minek az a sok kéz? Mi ez? A diagram egyik fele. Oké. Okay. A seprőben van egy diagram. Aha. Azt a rohadt. Én elveszettem a játéknál azt, hogy mi miért van már, és már elhatároztam, nem fogom keresni a logikát, mert szerintem nincs. Hát ne is keresd. Szerintem tényleg nincs ebben logika. Agyfasz akar lenni, nettó agyfasz az egész. Igazság szerintem, hogy nem lenne ez rossz, de így kívülről nézve engem annyira nem győzött meg. Őszinte legyek, még egyelőre. Az a baj, hogy hát nem valami izgalmas, de... De tudja, játszanék vele, akkor más lenne, de egy kívülről nézve így, igen. Így elég meh. Elég egy meh kategória. Hát, jó. Egyetlen kollégát leszámítva szerintem senki más nem játszana még ezzel. És azt a kurva egyet. Ne nyomogasd a kút, nem is nyomkodom. Mi a faszom ez itt, egy antenna? Antenna Hungária. Egy kukorica, jó. Egy darab. Cső, kukorica, cső. Ez egy madár. Mi a faszom itt egy ember meghal vagy? Mi ez izé? És ha felveszem, hogy nem lesz jumpscare. Mindjárt az lesz. Nem. Mi ez itt? Shared name tag és egy kalap. Kalap, kaki. Ja. Aha. Tényleg, Lacsek, te milyen kajával készültél? Már lassan mindenki eszik. Ej, akkor lassan be kéne hozom a vacsorámat. Még csak most hozod be? Én chipset készültem, na, a legjobb. Ennyi. A silót, mi van itt bent? Egy távcső, hát ebbe kurvára nincsen semmi. Egy távcső? Egy teleszkóp, bocsánat. Vagy tápcső. Tápcső. Van egy valami... Az... Mi ez egy tethered blueprint, egy régi teleszkóp, jó van, még mi lesz itten még? Nézd meg! Horoszkóp. Horoszkóp. Horoszkóp! File of Corn Kernels, de nem tudom felszedni. Nem tudom, hogy kéne majd vele csinálni.
Szedd összefele, söpörd összefele. Tényleg össze kéne söpörni, ja. Ott van a bozódban, szedd összefele. Hogy az anyádban nézel ki, te idióta. Takarítsad magad. De mi így csinálsz? És kaptam egy Needle Nose Blear-t. Egy kicsi izét, a fogót. Egészségedre. Az igen. Aha, és ezt meg a izébe kell beletenni, a kolbásztöltőbe, és akkor kijön belőle valami. Inkább tudni akarjuk, hogy milyen ki belőle? Kóbász. Fúj! Kóbász! Kóbász! Kóbász, hosszú úval! Kóbász! Így van. Na nézzük, mi van ebben a cuccban? Egy kulcs... Tartó. Egy kulcstartó. Na. Kulcstartó. Kulcs. Most akkor... Mit kéne csinálni? Ez egy jó kérdés. Hát lehet, hogy ezt kéne felvinni a padlásra, mert volt ugye egy hely. Olyan ez megy ide? Igen, ez megy ide, és akkor a kalapáccsal gondolom ki kell egyengetni, igen. És ezzel kaptam egy kulcstartót. Most ez is megvan. Mi van még itt egy kesztyűskéz van, CD, nem hiszem, hogy azzal lehet csinálni valamit, van olaj, van egy üzé, dugó, meg van egy muffin. Old sink. Ebbe kéne beletenni a dugót? Aha. Aha, ebbe kell az olajat tenni. És talán a kezet. Igen. És megkaptam a kezet, le lehet húzva a kesztyűről. Nagyon undorítónak tűnik. Undorító, jó, vas. Na, köszönjük. Na, ezért... Papír Ferrari, tudod, papír Ferrari. Az. És akkor... Papír Ferrari. És akkor... De miért? Itt kell csinálni azt, hogy visszamenni oda az ajtóhoz ott az elején. Mert jól láttam, hogy ezek kellenek. Mert ott ilyen kör alakú volt, egy kéz. Meg szerintem akkor ez a... kulcstartó lesz a harmadik. No. Na nézzük. Aha, ez a kéz, az megvan. Igen, akkor ez a Helix-es kulcstartó, és egy CD. Cutscene. Oh. Cutscene! Cutscene! Hey! 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 Mi az anyád? You must answer a riddle before you're allowed to enter. A doctor and his son are in a car accident. No, not that one. Say the one about the guy who hung himself with an ice block. You just gave that one away. Answer this one. What animal walks on four legs in the morning? That one's boring. I'm riddle president today. I get to pick. Why is he president every time? An empty bus pulls up to a stop and 10 people get on. At the next stop, 5 people get off, and twice as many people get on as at the first stop. At the third stop, 25 get off. So, which one of us is named Jim?
Am I Jim? I thought he was Jim. No, that's Bill. Where's Bill? Bosley. Bill. Oh, that's right. You may as well enter as we sort this. The video faszom, beszélünk a koricánk, jó? Hát ez... Igen, már érthető, hogy ez miért. Oh, and watch out for our brother Jesus down there. Ezért ez így... Aaaaaaah! Most mi a faszom volt, de komolyan? Hát, ez váratlan volt, azt írja. Ha-ha. Vannak falon ilyen megjegyzések. Azt mondja, hogy Bob, elmondtam neked, hogy javítsd meg ezt a liftet már hétekkel ezelőtt. Órákba telik mindenkinek, hogy ide kerüljön a hülye kísérleted miatt, te szerencsétlen idióta. Ted üzente. És Ted azt mondja, hogy hi, Ted. Ne aggódj emiatt, a liftet visszaállítottam. Mi? Ja, hónapok adott átállít. Várjál. Ah, yeah. Bázs meg. Visszaállított valami adatot, aztán izé, hogy... Vettünk egy csomó kaját. És valahogy izé meg kell szólulni tőle. Mert mi az a pellet, vagy food pellet, peléz? A pellet azok az ilyen kis darabkák. Jaj, és meg kell szabadulnia valahogy tőle, na. Megettem a cukorkát, hogy ez a darabot. De valahogy meg kell szabadulni tőlük, na, azt írja, azt írta vissza nekem. Name on the dusted, name on the dusted. Azt a basztot. És mi a szar van? Na, végre elindult a lift. Ő is érkezett. Az igen, mi ez a hely? Ez egy laboratórium, majd bazd meg. És nem a Dexteri. Egy DDR2-es ramokkal. Jaj, itt is vannak jegyzetek, jaj ne! De jó Isten, Bob, mi a szar ez? Vettél egy gal méretű bronz szobrot magad, ami téged mintáz? Te, te narcisztikus, nem tudom micsoda. Narcisztikus, várjál! Aj, nem mindjárt megnézzük. Picsáz a soki hülye szar, tök fej. Narcisztikus, tök fej, jó. Műs fasz be ezt a sok hülye választékos szót amúgy, tehát ezek a... Nem is ismerem ezért a szavak én sem. Ja, azt mondja, hogy... Háj, Ted, ne aggódj emiatt, jó üzletet kötöttem. Többet vett egyszerre. Ezek feldobják a... létesítményt, főleg a túrák. A turisták, a turisták számára jön. Igen. Sok pénzt hozhat. Ja. Sok pénzt hozhat nekünk. Bob, te nagyon-nagyon stupid vagy. Nem stupid. Igen. Stupid. Hát van ilyen magyar szó. Hülye. Mi a vélemény? Mi a... Ugye tudsz arról, hogy a titkos az... De nem értem ezt a szót, és hogy... Tudod, hogy mit jelent ez, hogy titkos, igen, lesz fáj. Nincsen egy turista sem, te gyökér. Hát, hogy nem lehet itt ide turistát hozni. Ez szegény... igazából tök mint a szobor, igen. És ne hidd, hogy nem vettem észre, hogy egyet raktál a tanyasi ház közelébe. Ismétlem, titkosított. Vidd el onnan, idióta. Azok a beszólások. Idióta! Az idióta. Van egy portré valakiről. De jól néz ki, bazd meg, hogy úristen milyen feje van. Elbaszott gálvölgyi, vagy nem tudom. Elbaszott gálvölgyi. Olyan feje van le. Hát, teljes fasz. Ez valami fantasztikus. Hát így van. Hát így. Mi a faszom az? Hol?
Hát azt nem tudom. Ő most itt van? Vagy nincs? Ezt kizárdalom, mert nem tudom. De mi a fasz, valami üldöz, vagy mi? Ott volt előtt, ott valami elment itt balról jobbra, valami szalma valami. Mikor a száma helyett menne el, akkor még megértem, de... Nincs sehol. De itt ő még ő sincs, az a baj. Kezdjünk el akkor itt balra menni. Néha jobbra. Itt le van zárva, erre még nem lehet elmenni, úgy tűnik. Hát ugye Balázs ugye jobb szélen szeret lenni, mint azt tudjuk. Én két szél között szeretek lenni. Hát a bal szél meg a jobb szél, igen. Ted, fantasztikus hírek. Vettem... Szóval, mi az ejtőernyős ruha, azt hiszem? Hát igen, jumpsuit, ilyen ugró. Ja. Hát ja, ilyen... Kezes lábas. Vagy olyasmi, igen. Az intézménynek, vagy hát az egész létesítménynek. Százasával vannak kedvezményes áron. Bob, te idióta. Azért vannak akcióban, mert használhatatlanok. Senki nem venné őket fel. Mondjuk ez kurva, ez nagyon tetszik, hogy veszekednek a ízi cetlikkel veszekednek egymásra, ez kurvára tetszik egyébként, tehát hogy ez jó. Ez hát, van ilyen egyébként a valóságban, azt főleg a játékfejlesztőknél volt ilyen, azt hiszem a Bioshocknak a... Nem is tudom, tehát pont arra, hogy Mestergyében van benne, hogy mit tudom én, volt egy bug, és akkor az easter egg-nek az van, hogy üzent az egyik fejlesztő a másiknak, hogy ezt a bugot már rég ki kellett volna javítanod. Te hülye fasz, ezt nem tette hozzá. De egyébként hasonló volt, hogy a Easy-ben is üzengettek egymást, egy magyar film, ilyen régi magyar film, ott is ez volt egy család van, hogy beindult a Easy a kapitalizmus itthon, és akkor arról szólt, hogy akkor is mindig üzengettek a cetlikkel. És akkor is volt már ilyen, hogy végén összevesztek talán, most nem tudom, összem, hogy a Koltai, vagy nem tudom kinek a műve volt. A fogalmam sincs egyszer nézhető, és film volt végül is, tehát így kiesik már. Most hiszem, hogy 4.275.000 dollárért vettek zétkezes lábast. 4x-es méret, 4x-es méret. Hát na, ezek szerint így... Gratulálok ennek az idiótának. Idióta! Bobbocs. Idióta! Ó, itt is vannak cetlik, jaj, de jó. Hello, Ted, a halszállítmány ma érkezik. Lennél olyan kedves, és beraknád őket az akváriumba? Kösz. Behát. Bob, te barom. Rengeteg, több száz akvárium van itt. El tudod képzelni, hogy mennyibe kerül nekünk a halakat etetni? Nem. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Én se. De ő tudja. Érzem. Látom. És tudja, és megcsinálja. Rendkívül látható hamis panel. Az a megfogalmazás. És itt van egy edzőterem. Milyen kis ígéretes, igen. Igényes, bocsánat. Rosszul, igen. Hát, ja. Itt mondjuk nincsen semmi. Oda, súlyzó. De dumbbell. Gyökér harang. Az igen. Gyökér. Izzadt, fejpánt. Jó. Nem tudom, minek kell, de biztosan. Az igen. És
másik meg a fürdő. Nondescript rock. Azt hiszem, hogy arra még nem engedt tovább. Lockerekben van valami esetleg. Ah, van itt egy Triumphant Test Report. Akkor lehet, hogy van még egy hely, amit kihagytam. Biztos. Ja, van itt több izé is. Tele van pizzás dobozzal, meg C64-gyel. Ez remek. Hűha. Mert van valami műhely, meg egy kommunál grapló. Ó, itt izék vannak, kukoricák, erre még nem jövök inkább. Ovoda! Mit keres itt egy ovoda, bazd meg? Hát lehet, hogy 200 000 forintot óránként. Mit lehetne felvenni itt? Ó, itt kocka. Meg itt egy Teddy Maci. Mindenben bele akarok. Játék maci. Szovjet játék maci. Elég csúly, olyan feje is van mondjuk, egy tipikus szovjetes, igen. Igen, tipikál ilyen szovjetes beütésű. Mindjárt letépi a fejed, és izé, és csak azért, mert Mother Russia. Mother Russia. Jön a temetőre mi van írva általában? Feltámadunk. A szovjet temetőre feltámadunk. No. Jaj. Ez már klasszikus. Inkább bejövök ide ebbe a számítógépes terembe. Ez az utolsó hely. A kukoricák előtt ez az utolsó hely. Bob, ne játsszál a hülye játékaiddal a számítógépemen. Elrontja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hát kísérleteimet. Idióta. Idióta! Idióta! Azt mondja, Bob, te... Megint ez a slob, ezt nem tudom micsoda. Hogy nem tudsz... Sár szó szerint, ezek szerint sárfejű. Undorító sár, sárfejű valami. Sárfejű. Nem tudsz olvasni. Ne egyél itt. És akkor gluton. Igen, sárfejű. Te sáros geci. Bazzeg, még mennyi feljegyzés van itt. Hello Ted, a legutolsó brosúra visszajött a nyomdából. Nézd meg. Tök jól néz ki a túrához. Boldog leszel, hogy megtudod, hogy a legérzékenyebb részek ki vannak húzva. Első a biztonság. Bob, először is te egy idióta vagy. Ez a brosúra hihetetlenül ostoba. Másodszor és utoljára nincsenek túrák. Az igen. Három. Ha annyira...
Tehát ha már megcsinálod ezt a hülye brosúrát, legalább add hozzá az én nevemet is. Mi kooperatív kutatók vagyunk, emlékszel? Mi az ugyanabban a beosztásban. Barom. Hello Ted, nagyon sajnálom, de a végső kiadása el lett küldve a nyomdának. Megbizonyosodok arra, hogy a következőben már a te neved is rajta lesz az enyém előtt. Te jó ég, Bob. Egy 5 éves szintjén olvasol? Ez egy szigorúan titkos létesítmény. Hova küldted el a brosúrákat, te barom? Na és akkor nézzük, hogy itt mit lehet csinálni. Ez itt micsoda. Egy. Ha bekapcsoltam az elosztót. Van itt egy Gripotron, jelentsen bármit. Jaj, itt van még egy feljegyzés. Bob, te barom. Rakd vissza, hát nem tudom, kalapács, hogy mi akar ez lenni, ahol volt. Tudom, hogy elvitted. És hozz vissza. Tour Guidebook. Ott is ki van húzva a neve, te jó Isten. Isten. Nagyon rossz, azért megy rendesen. Mi van itt? Ó, egy C64. Valaki emlékezted. Hallod, itt egy C64, bazd meg. Lol. Az igen, az szép. Amit ide kell rakni a monitorhoz. Aha, és még nem lehet vele semmit csinálni. És ide több dolgot is lehet tenni. Hát ide lehet a maszkót, ez látszik. Arra... Arra még semmit nem lehet rátenni. De, oda lehet rakni ezt a Gripotront. Milyen jól néz ki, hogy itt izé levegőbe lóg. És ahogy nézem, más nem tudok mit csinálni. Hát akkor tovább kell menni. Jönnek a kukoricák, ajaj. Jönnek a kukik! Ja. Ezt a kurva élet. Ja, de azok ott fönn vannak, azok nem is. Láttak engem, de... Nem támadnak. És minek kell felvenni a Schweitburgernek a... becsomagolóját? Aj. Tiszta szemét itt minden. Let us pose another query. If a tree falls in the woods, does it make? What kind of tree? Fur. Can it talk? Yes, but only after lunchtime. Is it wearing a lot of bells? Some, but not many. Is it in a glass house? Naturally. Sketcher 3000. Ezzel még lehet majd kezdeni. An invoice for opulent bathroom. Oké. Mi a faszom? Aranyozott WC, bazd meg! Most nézem. Hát, ezek meg nem csinálnak itt semmit. És itt rá van írva erre a bathroom invoice-ra, hogy nem fogok ezért fizetni.
Nem fog fizetni. Nem fizetni, fúj, rossz kutya. És fel lehetett venni valamit. A shift schedule. És más, még valami. Itt is világít valami, nem is vettem észre. Misinterpreted memo. Valamit kell csinálni a kukoricával. Ne, ki kell pattogtatni magyarul, ja nem. Ja. Jó, azt mondja, hogy egyre nem tudok még menni. Ezt gondolom visszavezet, igen. Akkor már csak a másik irányba lehet menni. Jaj, ne, itt is vannak izék. Cetlik. Ajjaj, megint... Itt megint izé lesz. Szóváltásba fognak keveredni, úgy érzem. Héted. Megjegyeztem, hogy láttam, hogy a festményeket nézegeted a lópuban. Köszönöm. Itt van még egy festvény akkor. Lennél olyan kedves és felvinnéd? Bob, nem fogok még egy képet feltenni. Nem fogok még egy fénykép, olyan festményt feltenni, ami a tiéd, te barom. Az Isten szerelmére hányszor rendelted ezt meg? És miért van a fejem azon a hülye lovon? Bazd meg! Azt a kurva! Aj, bazd meg! Ez fájt, ez meg... Na bazd meg! Az a kép, te! Te jó Isten, hogy néz ez ki! Hát... Kurva eget, ez kész. Ez kész, ez nagyon kész. És itt van még egy iroda, úristen bazd meg. Ez Bobnak az irodája. Tehát a rózsaszín cetlisé, aki hülye. Hát eléggé rendetlen is szegénykém. Military backpack. Katonai hátizsák, jó van. Kinyitottam egy szekrényt, vagy hát nevét. Kivettem egy csavarhúzót. Jaj, itt egy cetli. Bob, amíg... amíg tisztítottad magadat, miután... Mi? Várjál. Amíg feltakarítasz magad után, bezártam a bejáratodat. És mert hogy nincs kedvem hívni minden héten a hezmet, az nem tudom micsoda, tehát azokat minden héten hívni kell. Tehát ez így nem állapot. Hát, takarító. Valószínű. Azt nézem, hogy igazából, ó, itt van még valami. Néhány izé festmény miért is kell majd fizetniük. Elég borsos árakat. Csak gondolom. Most vissza kéne ide menni a számítógép laborba. És akkor ide valamit rá lehet tenni. A katonai hátizsák. C-64 meg szét kell szerelni? Nem. Valamit még mit lehetne csinálni. Hát amire megnézem, ott a macinálod kell még egy valamit oda rakni. Igen. Azt mondom, hogy mit lehetne még itt kezdeni, mi van itt még, ez be van zárva.
Ugye. Ovoda. Ja, itt van ez a izé, kamu panel. Ezt kell hinni, akkor csavarozolva. Igen. Ajja, itt is van valami. Memória foglalatok. Vagy memória, meg a foglalatok. Hello, Ted. Ide raktam a ramokat. Itt kevésbé lesz koszos, Bob. Baszd meg. RAM-mal felettettük a számítógépet. De egy így belepozzolt számítógépbe. Ez aztán az upgrade-te. Az. Ez nagyon szar, ez nagyon szar. Akkor ezt is rá, akkor ezt kéne tenni. Sufni tuning! Bazd meg! What? Ne, bazd meg! Something on Vlad's face? Ki a bazd meg? Why you not talk? Do you understand? Ez egy beszélő medve, Dick. Orosz medve, bazd meg! What Vlad-i is saying? Hát, oda volt írva egy szláv, maci. Butso boy, ja. You're big idiot. How you survive by being stupid? Fine. Vlad-i help. Vladimir. Oj, graj, so minyoj! What is this on Vlad's back? This makes no sense. All of this is very stupid. So, where we go? Készülj arra, hogy inzultával leszel örökké. Oh, de rossz. We need you to settle a debate on taking naps. Oh my god, what is that? What is Plant saying? Is that a... It is. It's a helicopter! What? Da? Give me a ride, Mr. Helicopter! No, give me a ride! We can all fit just climbing! Мой лучший друг, будь собой, поигри со мной, читание весело! What a rude contraption! What if you're just gonna be like that? Oh, right. We completely forgot. We have a message for you. It's very important. You should hit the showers. What's a shower? I have no idea. Vladdy does not like it here. Vladdy nem tetszik ez a hely. Kinyitódott egy új átjáró. Meg kéne keresni. Jaj, ez egy dilemma. Jesus. Az. Jaj, Vladdy, milyen lassú vagy. Csodálkozol a hátán egy kibaszott nagy zsákkal? Nincs semmi, arra nincs semmi. Megkeresem az átjárót, aztán akkor... Aha, ez nyílt itt ki. Vladdy, stay here while you do your stupid things. Idiot. Piros útvonal. Jézus, ez már tiszta Half-Life 1 egyébként a szervező. Na klasszus. Jó, mondjuk ott nem volt ilyen útjelzés. Hogy nem különben. Nem, csak egyértelmű volt. Hát igen. De már megint mi a szajlik itt van, elértem. Nem tudom én sem. Istenem. Jó, hát amúgy ez tipikusan az a játék, hogy amit aztán tényleg nem szabad semmit se elvárni, tényleg nem szabad komolyan venni. Tehát ez a két kritérium, ha ezeket így betartjuk, akkor igazából buli lehet belőle. Megnézem a szűnőt a sárgánál. Ez közelebb van. Vagy nem. Ha. It should be me! It should be me! Mi a faszom? Idiot! Rattle! Underappreciated! Ridiculed!
scorned! Really, what is that? Axe is not a Bosnian. Mi ez? We should have kept one around to ask about that. Jézus, hogy néz ez meg? Much better. Some of my best work. Itt a szarember! Ez milyen bugyogója van, te jó így? Dealing with unwanted guests! Mi a fasz? Hogy néz ez ki, te jó ég? Ez de szar. Aranyosnak tűnik. Ez valami kukorica gabona ember, vagy mi a faszom ez? Lehetséges, ja. Istenem, elmebajos mindegész. Nagyon, nagyon kemény anyagot tolhattak a fejlesztők, és nem egyet, hanem úgy 30-t egyszerre szerintem. Hát, az, hogy pösze bazd meg, ez már most megéri a sört. Pösze. A pösze. Na. Ha én kövessem a sárga vonalat. Where did it go? Not here. Ha! Not here. So insulting! How dare it! This insolence will not be tolerated! This one is dangerous. Not like the others. I can see it already. This one has a brain. Must be dealt with. Baszol ez! Valószínűleg rólam beszél. Jesus. Most játék meg mondjuk talking about you. Oké, megmondja a tutit. És most hát tényleg a piros vonalat követem? Ja, itt van valami. Ez most a Nyik Tami horror játéknak a paródiája is akarna lenni tulajdonképpen, vagy nem? Lehetséges, itt van itt valami kukorica csaj. Nozd meg, női verzió is, jó is, és akkor a... És akkor azt mondják ennek a Dragon Rider köcsönök, hogy az antrullás rész volt pervers. Hát nem. Hát de. Nem. We are not amused nem. That you have kept nem, us Balázs, egy meleg fasz. As our servant informed you of your task. Mindenki Dragon Riderből indul ki. Balázs neved nem most a segéd is taponta egyszer meg kell néznek. No matter. Feels like we have been trapped here for an age. Fúj, de beteg vagy, azt a mindenit neki. Mik ezt feltételezel? Csak a fehér kártyáknál. We would not expect one such as yourself to understand. Ja! Mája, má. But perhaps you are different from the rest. Á, leesett, nehezen, nagyon lassan, leesett az jó. Gőjös, jó, de én a közvetítést nézem. Látod, nem 90-es alatt jözik úgy, mint egy bizonyos geometriai kollégának. Aki ezért a beszólási hálába küld. Na. Frissítsé, vár! You Bob! Frissítés. Miért nem frissít? Mert szar. Mert YouTube. Will you be worthy of consideration? Na, én már nem látok semmit, úgyhogy majd mondjátok hamba, mi történik. Lófasz történik. Azt úgy tűnik, valamit tenni kell. Való méletlenségből kinyílt egy átjáró, meg kéne találni. Ló. Merő véletlenségből. Merő véletlen. Véletlenek már pedig nem léteznek. Akkor ez a volt viszont hamarabb. Ez a játék sem létezik. De azt hiszem, mintha rosszul lennének összeillesztve ezek, hogy itt fehér szélek itt vannak. Lehet, hogy ez direkt olyan ilyen, ezért terehet, direkt fehér. Az is lehet, hogy igaz, az is igaz. Sticky white stuff, jaj, nem. Fúj. Jaj. Na. Mi volt az a nyögés? Na, a nyögésekről van szó? Fúj! Kórusban nyögtetek. Fúj! Fúj! Azt hiszem, hogy ebből dráma lesz.
Hát ebből lesz dráma is, meg... Ez hága is lesz. Hága is a lesz, meleg felvonulás. Hágai meleg felvonulás, fosás. Meg egy másik városban egy kitérő is lesz. Ajaj, where we go? Hol van? Baj, panna! Nyílt-e ki valahol ajtó? Ó, kinyílt ez az átjáró. Kinyírt. Kinyírt. Uh-huh. Kinyírt egy átjáró. Megölt az átjáró. Megölt egy átjáró. Oh my god. A legszebb halál ever. Megkértem Vladit, hogy javítsa meg az elromlott konzolt. Meggyilkoltak. A meggyilkolt konzolt javítsa meg. A meggyilkolt konzolt vladizza meg. Fúj. A javítás. Az. Hát. Ellenőrző pont. Ó, ide kell rakni azért a jumpsuitot, meg minden szart. Meg a jumpscare-t. Hát, ha te akarsz, raksz jumpscare-t. Figyelj, megoldjuk, ilyen ear rape jumpscare benyomatok, ha kell. Na jó, nem. Én nagy jumpscare beletennék a játékba, hogy legalább valami izgalom legyen. Aha. Na, azt hiszem, hogy Balázs, most bannoljuk a szerverről. És tudom, mit kell már csinálni, ugye van ez a Sketcher 3000. Ezzel meg... le kell rajzolni a csávót itt a képen. De miért? Hát már nem ismeri, így felismeri a rendszer. Kész. Már miért ne? Mert megkérdezted azért. Tessék, olyan szépen rajzoltam le. Mintha két tojás lenne. Jaj, ez a rajztáblával? Te jó Isten, ú, de régen volt nekem ilyen, amit gyerek. Tessék, izé. De az, de jó. Horrible sketch face, nagyon jó. Teljesen adott a lát. Trollolololololol. Trollolololololololol. That never worked. És elfogadta bazzek. Well, that was still stupid. A kihívást. Ja, és tovább lehet. Igen, a fahé kihívást. No. 10 feliratkozom arra. 10 felirat. Citrom kihívás. Nézd, tudtál egy faj. Citrom kihívás. Na itt is több irányba lehetne menni. Na jó van, akkor szerintem akkor ténylegesen itt legyen a vége. Aztán majd folytatom, maximum eljutok újra idáig, hogyha esetleg jön itt van a mentési pont. Mert azt volt kegyes kihagyni a játék, tehát nem mutatja, hogy hol van mentés, de aztán lehet, hogy folyamatosan menti. Hát no. Úgyhogy nem tudom. Első benyomások így a játékról. Hát az abszolút érdekes, meg vicces. Milyen gyengén indult, annyira jó lett a végére, tehát hogy összezette magát, és azért volt itt poén, tehát hogy igen, működik a dolog. Működik, de az a baj, hogy ez mire beindult, tehát pont a végére indul be. Hát ez tényleg végére indul be, mint az a bácsi, aki 10 éve lejárt Viagrát vett be. Az meg, de hülye fasz vagy. Istenem! Aztán majd kiderül, hogy hogyan folytatódik a történet. Hát szerény véleményem szerint ez a kukoricás baromság, ez így jól beletalált, mert szegény kukoricák, hogy lehet hallani, extra hülyék. Nem leszleg hát... van az a Bob meg a Ted, aki közül a Bob meg a mindegyik, a Bob is hülye, a Ted meg állandóan idegeskedik. Lesz ebből még érdekes dolog, úgy érzem. Lesz még pár érdekesség, és a lesz az 3S-szel. Igen. Lesz! Így van. Még érdekesség.
No. Jó. Úgyhogy akkor ennyi lett volna az ez a 82. rész, és akkor a legközelebbi alkalommal meg hát egyrészt... Fappolás lesz, jön. Jaj. Egyrészt folytatni fogjuk. Másrészt akkor hát még jelen pillanatban, amikor a videó készült, még nem tudom, de amire ez a videó kikerül, addig már biztosan fogom tudni, hogy a következő két hétben meg fognak-e sűrűsödni a nagy halálok, úgyhogy... Vagy ha nem, hát, akkor miért? Igen. Úgyhogy addig is, hát így legyetek jók, és akkor majd hát biztosan fogunk találkozni jövő héten. Hát majd egyszer. Jövő héten majd jönnek a tartalmak. Twitch-en is valószínű, a szokásos, tudjátok, majd követni kell mindent. Igen. A csőcs. Na, sziasztok mindenkinek, és ezt én mondtam, és nem tégla, úgyhogy neki kus. Zsia. Tégla. Zsia.